Héten kapott tájékoztatást a budapesti Raoul Wallenberg szakközépiskola arról, hogy intézményüket a tanév végén más iskolákba olvasztják, írja az atv.hu. Az egészségügyi szakközépiskolások egy részét műszaki és építőipari iskolákba telepítenék. Az iskola vezetői korábban pletykákból értesültek az átszervezésről, amit többször is megkérdeztek a Kliknél, azonban az intézmény fenntartó cáfolta a hírt. Az ATV.hu-t megkereste az iskola egyik dolgozója is, aki szerint a gyerekek kétségbe estek, mert azt sem tudni, hogy az osztályok egyben maradnak-e. Mendrei László a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ez most miért? Úgy tűnik szezonja van itt az iskola bezárásoknak, meg a különböző központosításoknak. Tegnap voltam két helyen, jövő héten megyek éppen a Wallenberg szakközépiskola szakközépiskola intézménybe. Nem tudni, hogy miért pont most történnek ezek az események. A Wallenberg esetében van némi stíksia a dolognak, hiszen ha megnézzük a térképet, ez Budapest 9. kerületében van, nagyjából 500 méterre a Nemzetvédelmi Közszolgálati Egyetemtől, azt hiszem, nem lehet, hogy a Vracsics típus vagy féle egyetemtől. Hát én úgy tudom, hogy... De ez igaz, hogy annak kell az épület? Én erről ma olvastam egy cikket, igen, hogy kell az épület, és hát mondom... Azt én is olvasom, az ATV.hu írta meg. Én nem ezen olvastam, de egy 5 perc is írta, tehát nagyjából adott a válasz, hogy miért erre az épületre esett a választás. És az a kérdés, amit elhangzott itt a diákok részéről, hogy aggódnak, hogy egyben maradhatnak az osztályok, szüntessék meg nyugodtan az aggódásokat, hogyha ez egyébként jogsértő rendelkezés, mondja azt is elmondom, hogy miért jogsértő ez valóságá válik, akkor nem tudnak egyben maradni ezek az osztályok, szerteszét fogják őket szórni, a pedagógus. Tehát nem csak évfolyamokról, ha vannak párhuzamos osztályok, kerülnek máshova, hanem egy komplett osztály tagjai azok ide-oda, amoda? Így van, természetesen. Tehát nem rendelkezünk olyan információk, amely azt támasztják alá, hogy egy az egybe át lehetne vinni, akár még általános iskolás csoportokat sem, nem hogy szakképző intézményben egyik iskolában, másikban ezeket a diákokat. Egyébként az előbb említettem, hogy jogsértő ez a rendelkezés, hiszen egy levélben, ami ma jutott el én hozzám, arról tájékoztatják az érintetteket, hogy március 18-án a kormány döntött ennek az intézménynek a jogutóddal való megszüntetéséről, és ugyanakkor két bekezdéssel később pedig arról tájékoztatják az iskola igazgatóját és az érintetteket, hogy ki kell kérniük minden ilyen döntés megszületés előtt, ki kell kérni az érintettek véleményét. Most akkor tessék mondani, mi is fog történni. Tehát, tehát a kormány döntött, március 18-án, és utólag kikérik egyeztetünk, előre. Így van. Tehát előre, utólag hát, kérjük előre, ki előre. Igen, ezt nem tudom, de el tudom képzelni ezt a helyzetet mondjuk, amikor a érintett testületek, diákok, testületei, szülők, nevelők, pedagógusok, önkormányzati emberek úgy döntenek, hogy hát ez nem jó, ez az ötlet, nem szabad ezt az iskolát megszüntetni, már csak a neve miatt sem, Raoul Wallenberg neve, azért tegyük hozzá, emblematikus név. Nem rég vette fel az iskola ezt a nevet. Így van, és nincs még egy ilyen nevű intézmény a fővárosban egészen biztosan, tehát nem jó ötlet ennek az intézménynek a megszüntetése, akkor az illetékes miniszter, akkor feddően felemerezőjét, és azt mondja, de uraim, ez így nem jó, vétó van, és akkor nem fogja az intézmény megszűnni. Hát vannak csodák, de most annyira ez olyan túl nagy csodának tűnik nekem is, de mindjárt beszélünk még a részletekről rövid reklám után. Kérem, hogy maradjanak, és önök is maradjanak velünk. Folytatjuk a beszélgetést Mendrei Lászlóval. Jó estét kívánok ismételten önnek is, meg a nézőknek is, akik most kapcsolódtak be. Ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy igazából okot nem találunk, azon kívül, hogy esetleg megtetszett valakinek az épület a Wallenberg szakközépiskola megszüntetéséről, és más iskolákba való beolvasztásáról, vagy arról okot, hogy ez miért történik, ahhoz okot. Nekem egészségügyben dolgozó ismerősök mondták, hogy borzasztóan fel vannak háborodva, hiszen ez az egyetlen, vagy az igazi, vagy a legjobb, én nem tudom, hogy melyik jelző illik rá, nővérképző. Tehát, hogy attól félnek, hogy nem lesz az egészségügyben nővér utánpótlás. Eddig se jeleskedtünk ebbe, de hogy ezek után meg főleg. Hát fogalmazunk úgy, hogy egy neves szakképző, nővérképző intézet a Wallenberg, és nem véletlenül nem beszélek múlt időben, mert én hiszek abba, hogy
lehet fogást találni ezen az egész kezdeményezésen. És hát úgy, ahogy ön mondja, a nővérképzésre, nővérekkel így is, és az egészségügyi szakszemélyzettel így is probléma, hiszen hétről hétre látnak, rémi több számadatok napvilágot, naponta hány egészségügyi szakember hagyja el az országot. És most ebben az esetben, hogyha megszüntetjük a nővérképzést is, akkor utána tényleg ott tart a dolog, hogy valószínűleg az örök életre kell berendezkednünk, vagy pedig rögtön távozni a élősorából, mert hogy betegnek nem szabad lenni, nem lesz orvos, nem lesz nővér, akkor az egészen nyilvánvaló. Nem értem ennek az egész rendelkezésnek a mozgatórugóját, mert hogyha tudnak, ezek azt mondják, hogy ezek a gyerekek, diákok különböző intézményekben el lesznek helyezett, de mondjuk egy építőipari szakközépiskolába. Tehát az egészségügyi szakcsoport négy helyre kerül, abból az egyik például az Ybl Miklós építőipari szakképző iskola. Most azért a nővérképzés és egyáltalán az egészségügyben dolgozók képzése, az nem csak helyfüggő, tehát akkor itt ebben a stúdióban is helyet foglalhattak, és hogy megtartjuk az órát, de hát ez nem igaz. Hát ez egy totális dilettantizmus árulkodik, ha valaki azt gondolja, hogy itt van 30 gyerek, akkor áthelyezem őket másik terembe, és ott is elférnek, és milyen nagyszerű, talán még nagyobb is az ablak, meg jobban szigetelt. Nem erről van szó, nincsenek meg azok az eszközök, azok a demonstrációs berendezések, amik szükségesek ahhoz, hogy egy nővér, egy egészségügyi káder megkapja azt a megfelelő kiképzést, aminek alapján aztán majd el tud menni dolgozni a kórházakba. Mit szólnak a szülők, vagy mit szólnak azok, akik már szinte biztos, hogy az iskolájuk, a gyermekük iskolája az ősztől nem üzemel változatlan formában? Tegnapi hír volt a 15. kerületben egy iskolának a megszüntetése. Igen, ez egy általános iskolának a megszüntetése, és hát az a egyáltalán nem meglepő tapasztalat, voltak ugyan hivatalos emberek, képviselők, önkormányzati képviselők, kormányzati emberek, akik meglepődtek azon, hogy például tegnap mennyien jelentek meg a szülők annak a bizonyos másik iskolának, a Neptun utcai iskolának az értekezletén. Szerintem ugyanilyen sokan, több száz emberről beszélve fognak megjelenni hétfőn, jövő hétfőn a Wallenberg iskolának a rendkívüli szülő értekezletén, hiszen az emberek, ha másért nem, a gyerekeikét megmozdulnak. Azt megszokták, hogy itt eltűnik 150 milliárd forint, ott becsapták az embereket. Hát azt is nehéz megszokni. De valljuk be, ez már kezd redundánsá válni, minden nap újabb és újabb információ, az emberek közömbösek lesznek lassacskán, ami nem jó. De az, hogyha a gyerekeikkel történik valami olyasmi, amiről azt látják, hogy az a gyerek érdekei sérti, azért bizony még kiállnak. Még a mai napig azt mondják, hogy na de ezt azért már nem. A Wallenberg iskola esetében most már ugye tudjuk, hogy majd utólag tájékoztatják előre a szülőket, de például mit tudnak azon túl mondani, ami mondjuk a levélben szerepelt, hogy jogutóddal, tehát máshova áthelyeznek, szanaszét a városban, vagy hát nyilván nem annyira szanaszét, de más intézményekben egy iskolát, egy iskolányi gyereket, itt 1000-valahány száz gyerekről van szó, de azért a szülők biztos, hogy várnak valami magyarázatot arra, hogy de miért? Tehát, tehát nem vagyunk hülyék, hogyha valaki meg tudja magyarázni, hogy kérem szépen az ön gyerekének itt azért nem lehet már maradása, azért nem jó ez a hely, mert. Csak hogy legyen a mert után valami. De én itt még pillanatnyilag nem látok semmilyen indokot. Pillanatnyilag a mertet, a miértnek az okát mi se tudjuk. Én nem hiszem azt, hogy ne találnának valami olyan okot, amiről azt gondolják, hogy ez elfogadható. Mi ez? Az iskola nem életveszélyes, nemrég újították fel. Tehát, hogy mit lehet találni? Ha nem haragszik érte, én nem szeretnék ötleteket adni a hivatal embereinek. Eléggé kreatívat tudnak ők ebben a kérdésben lenni. De egyébként a gyakorlata az, tehát amikor elhangzik az, hogy azért, mert, utána rögtön az a következő mondat, de ne tessék aggódni, kedves szülők, mert a Pistikének, Marikának, Jóskának és a Gézának meg lesz a helye. Egy ezébe tud átmenni az iskola, az osztály, még a tanárt, a pedagógusokat, a kedvenceket is viszik, pedig ez nem igaz. Tehát ugye, hogy nem lehet elhelyezni nővér képzésre járó lányokat, hát ugye itt elsősorban lányok, el lehet helyezni egy építőipari szakközépiskolába, csak nem ott van a helye. Nem lehet berakni a számítástechnikaiba, tehát mindegyiknek megvan a maga profilja, de ezzel nem fognak ők foglalkozni, igazából biztatják őket, hogy tessék megnyugodni, mindent meg fogunk oldani, lesz pénz, palipa, posztó, lesz. Aztán jövő ilyenkor már ki fog rá emlékezni. Igen, csak valaki mondja meg, hogy oké, lesz pénz, pariba posztó, de az iskolánkat miért szüntetik meg? Erre én is nagyon kíváncsi vagyok, és nem tudom, hogy jövő hétfőn kapok erre választ, de mennyiben ez az információ nyilvánosságra kerül, biztos, hogy tájékoztatni fogom erről a sajtót. Várjuk. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm.